A mindennapi madaraink monitoringja program 114 faj populációját vizsgálja, mintegy 21 esztendeje. A közelmúltban publikált elemzésekből kiderül, hogy folytatódott az agrár élőhelyeken a 2005 óta tartó fészkelő állomány csökkenés, ennek jelei pedig már mutatkoznak a korábban növekedést mutató erdei élőhelyeken fészkelő madárfajoknál is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1999-ben indította el a Mindennapi Madaraink Monitoringja elnevezésű programját, melynek célja a gyakori madárfajok állományainak nyomon követése egy standard számlálási módszer alapján, mondta el Orbán Zoltán, a szervezet szóvivője. Ilyenkor a monitoring központunk felosztja az országot a vizsgálatnak megfelelő négyzetrács hálóval, ebben az esetben emlékeim szerint 2,5x2,5 kilométeres UTM négyzetrács hálót tesznek az országra. A jelentkező szakembereknek a lakóhelye környékén véletlenszerűen kijelölnek néhány ilyen UTM négyzetet, oda ki kell menni megadott időpontokban, nyáron is és télen is, és mit tudom, 100 méterenként meg kell állni 3 percre. Ez idő alatt a szakemberek feljegyzik a látott vagy hallott madárfajokat, így az MMM-ként is emlegetett felmérés Magyarország főbb élőhelyeire nézve szolgáltat reprezentatív adatokat. A közelmúltban az egyesület munkatársai kiértékelték az elmúlt 21 év során kapott információkat, mely által kiderült, hogy az agrárterületeken és az erdei élőhelyeken egyaránt folytatódott a fészkelő állomány csökkenés. Orbán Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, nem minden fajnál tapasztalható negatív változás. Mondjuk a fekete rigó, a széncinege, az örvös galamb, a balkáni gerle előnyére használja ki az ember közelségét. Azonban a vizsgált fajoknak a túlnyomó többsége csökken, és ami igazán aggasztó, például az agrártájban olyan madárfajok, amik évszázadok óta velünk élnek probléma nélkül, tehát mondjuk a kakuk, a vadgerle, a töviszúró gébics, a mezei pacsirta, ezeknek a madaraknak az állománya sok évszázados, több évezres stabilitás után néhány év, egy-két évtized alatt kezd el drámai mértékben csökkenni. Az állománycsökkenés a károkozók elszaporodását eredményezte számos mezőgazdasági területen, ezáltal a Madártani Egyesület egy olyan lehetőségre is igyekszik felhívni a figyelmet, mely mindkét folyamatra megoldást jelenthetne. A nagyüzemi mezőgazdasági területekre vissza kell hozni foltszerűen egymással ökológiai folyosóval összekapcsolva azokat a gazosokat, mezővédő erdősávokat, bokrokat, hagyásfafoltokat, erdőfoltokat, amiben ezek a ragadozók meg tudnak élni, és természetes biológiai úton tudják csökkenteni a kártevőknek a létszámát. A Mindennapi Madaraink Monitoringja program eredményeiről az mme.hu oldalon bővebben is tájékozódhatnak.